Varga Sándor és bűntársai 2008 és 2010 között 4 embert öltek meg. Clyde volt az irányító. A halálbrigád végül rendőrkézre került. Könyörtelen bűncselekményeikről évekig hallgatott Varga. Eddig. Most a riasztás kamerái előtt elkezdett beszélni. Megdöbbentő részletességgel mesélt a páros vérfagyasztó tetteiről. Varga Sándor 1981. július 3-án született, román anya és magyar apa első gyermekeként. Asztalosként végzett, de nem sokat dolgozott a szakmájában. 2003-ban költözött Magyarországra. Mivel kisebb bűncselekmények miatt kinkörözték, hazánkban hamis papírokkal próbált letelepedési engedélyt szerezni. Egy fegyveres biztonsági cégnél kezdett dolgozni. 3 évvel később megszülettek Iker fiai. Akkoriban ismerte meg a 19 éves műkörmös TMS-ét, aki miatt elhagyta a családját és a 4 hónapos Ikreit. Amikor megismerkedtünk, ez egy igazi szerelem volt, és lehet, hogy azt mondják, hogy a szerelem elmúlik, de a szeretet megmarad. A szerelmeseknek állandó anyagi gondjaik voltak. 2007-ben a pénzkereset egyszerűbb módját választották. Varga Sándor azt mondja, Romániában az első közös balhé emese ötlete volt. Jöttünk visszafele, és azt mondja, hogy csináljunk valami balhét. De mondom, milyen balhét. Fegyver volt akkor is nálam. Ekkor elkövették az első fegyveres rablást, idézi fel az akkor történteket TMS-e ügyvédje. Emese is csukját húzott. Volt az én ügyfelemben is egyfajta milyen kaladványszerű valami, nagyon fiatal volt. Varga Sándorban nem volt könyörület, a vádirat szerint az eladót 1 méterről lőtte szembe. Emese akkor tapasztalta meg először, hogy milyen az igazi arca a szerelmének. Elkapták őket. Ilyen fényképeket raktak a sértettek elejébe, az állokház, akik bent voltak a két hölgy elejébe, és így tisztán rámutat, hogy ő meg ő. Varga azt mondja, nem ismerhették fel őket, hiszen csukja volt rajtuk. A rendőrség nem tudta rájuk bizonyítani a rablást. Azt hozzáteszem, rövidújú pólóba voltam, és látszott rendesen a tetoválásom. Meg azt se tudta megmondani, hogy tetoválás van a kezemen. Ez a művelet Shakespeare kb. 1 percig se tartott, és a forintban megfelelő összegnek van, hát ne is hazudjak, közel 10 millió forint volt a... 2006-ban? 2007-ben volt, 2007-ben volt. Ezt követték kisebb lopások és rablások Romániában, majd Magyarországon. Varga büszke arra, hogy akció közben sosem kapták el őket. Jött még egy pénzváltó, és így tovább, Elég sok jött. Mennyi pénzre tettek szert? Több 10 milliót. Amikor meleg lett a lábuk alatt a talaj, végleg áttették a székhelyüket Magyarországra. Emese szinte mindenhova Vargával ment. Az Emese élvezte ezt az életformát? Hogy élvezte volna? Szerette a veszélyt? Vagy örömmel indult el önnel? Hát gondolom, hogy nem sírva jött el, meg nem kényszerítve jött, hanem mindig tudta, hogy hova megyünk. 2008-ban emelték a tétet, Varga csapatot toborzott. Egy Komárom-Esztergom megyei kisvárosban volt a következő célpont. Ő most kérdezte, hogy indultunk el. Volt a Magyarországon az Ács ékszerrablás. Akkor is dolgoztam, mire megyek haza, kicsim, találtunk egy üzletet. Ugye a bűntársammal. Találtunk egy üzletet Ácson, azt mondja, nincs kamera benne, azt mondja, de teli van ékszerrel. De azt mondja, egy a baj, bank van egyik oldalt, a másik oldalon a posta, azt mondja, és az ékszerbolt mellett egy cukrászda. Azt mondja, de fullon van aranya. Emese nézte ki a potenciális célpontokat, mondja, szabad idejében az interneten. Amikor talált kirabolható üzletet, megfigyelés és próbavásárlás következett. Mondom, kicsim, ilyenkor is ezen töröd a fejedet, de megnéztük, mert jó lesz ez, meg stb. Addig duruzsoltam, eddig elmentünk, megcsináltuk, kifosztottuk, 30 akárhány millió forint paf ugrott. 2008. decemberében egy tököli ékszerbolt következett a párosnak. Tököli rablásnál, ugye ott is mi történik, 2 utcára rakok az ékszerbolttól, és kitaláljuk,
mert azt mondjuk, hogy kitaláljuk, mert kellett egy kis cseszegetés vagy nyoszogatás nekem is, amire belementem, kiraboljuk. A másik utcában volt az ékszerbolt, és én laktam a másik utcában. És ugyanazt, és nap mint nap ott járt, ott kellett elmenjek haza az ékszerbolt előtt, onnat is vagy 40 millió forint értékű arany, meg pénz, meg ilyenek mentek el. Varga indokolatlanul volt brutális. Az eladónőt tiszta erőből fejbe rúgta, akinek felszakadt a szája, és több foga is kitörött. 2009 áprilisában ismét ékszerboltot raboltak, de itt már öten voltak. Clyde volt az irányító. A rabolt aranyat tört árban adták el. Egy szegedi és egy százhalombattai ékszerész volt az orgazdájuk. Varga Sándor tudta, hogy százhalombattán sok pénzt tart az üzletben az ékszerész. Akarta azt a pénzt bármi áron. De ördögi tervébe volt egy kis bökkenő. Az ékszerész üzlete a lakásából nyílt, ahol egy albérlő lakott. Úgy döntött, első körben az albérlőt tüntetik el. 2009. július 23-án P. Miklóst Dánszent Miklósra, az előtte megásott sírjához csalták. Letérdeltették, kezét hátra kötözték, majd Clyde közvetlen közelről tarkon lőtte. Varga Sándor a mai napig tagadja ezt a gyilkosságot, és a Csillagbörtönben adott interjújában sem beszélt erről az esetről. A százhalombattai üzlet tulajdonosával, K. Ferenccel Varga kifejezetten jó, mondhatni baráti kapcsolatot alakított ki. Ahogy mondja, az elejétől Feri bácsinak szólította. Ezért sem érti, hogy a mai napig miért hiszi bárki, hogy ő meg akarta volna ölni az idős barátját, aki neki mindig csak segített. Nekem semmi okom nem lett volna, hogy a Ferencet öljen meg, mivel ő most a tisztára az ezüstömöt, az aranyomot, a 9 karátos aranyt, amit Angliába lehet találni az ékszerboltokba, ugye annak nincsen értéke itt Magyarországon, de az angoloknál csak 9 karátos arany van. Pedig Emese és társai is később azt vallották, Clyde találta ki az idős férfi kirablását és meggyilkolását, ahogy az albérlője megölését is. Miért kellett volna megölni P. Miklóst, ha utána Clyde-nak nem volt terve az ékszerésszel, tették fel azóta is sokan ezt a kérdést. A végzetes napon egy pénzmosási ügylet miatt ment Emesével és az egyik társával Százhalombattára. Szántódról jöttünk föl Százhalombattára, én egy biznisz miatt jöttem föl, és a mondhassuk felbújtónak, vagy bárhogy nevezhessük, aki miatt kétszer jöttem föl, meg egy komoly 1 milliós eurós üzletért jöttem föl, amiről nem tudott az Emese. A hamisból nem lett délutánra tiszta euró, ezért Varga elvesztette a türelmét és számon kérte K. Ferencet. Veszekedni, dulakodni kezdtek. Az idős ékszerészt végül a saját üzletében hátulról tarkon lőtték. Emese szerint Clyde tette hidegbérrel. Varga arról a napról eddig soha nem beszélt, most viszont riporterünknek részletesen elmesélte, ő hogy emlékszik az akkor történtekre. Visszatérve az Emesére, megkérdezte a bíró, hogy kiné volt a fegyver, a surdi. Kiné volt a fegyver? Azt mondja, nálam. Hol volt a fegyver? Azt mondja, az én táskámba. Azt mondja, milyen fegyver? Hangtompítóval. Sándor hol állt az első? Ez az első rendvállalót hol állt? Hát azt mondja, a Ferenccel. Szó szerint bevertem neki egy állást, amekkora darab volt, én is nagy darab vagyok, most már híztem is egy kicsit, de ő volt akkoriban egy ilyen 130 kiló. Ahogy bevertem neki ballal egy állást, így összecsuklott, és összecsuklás közben magával rántott a földre. Én a földön voltam, és a Ferenc fölöttem. Akkor ki lehet találni, hogy mi történt? Az emeselő. Hát ki lehet találni. Hadd foglaljam össze, hogy egyben meglegyen, Sándor, engedje meg nekem. Álom verte a sértettet, a lendület valószínűleg levitte önt vele a földre, az Emese táskájában volt a hangtompítós fegyver, és a sértettet hátulról tarkon lőtték. Így van. Valaki hátulról lőtte tarkon. Valaki megölte. Valaki lelőtte. És ő mit szólt a földön fekve ehhez? Hát mit szóljak? Nem maga mit szólt volna? Hát mit szólt volna? Szerintem pislogott volna, hogyha a golyó átjött volna rá, felém is. Pislogott volna. Valószínűleg. Én se tudtam más pislogni. Csak pislogtam. Csináltam a dolgot, a rablásnak álcáztuk a történetet, és csá, elmentünk. Ebből egy szó nem igaz. Azt soha nem állítottuk, sem én, sem a védencem, hogy Emese, hogy ne lett volna köze ezekhez a cselekményekre valamilyen fokban, de embert nem ölt.
Varga eddig védte szerelmét, abban bízott, hogy ígéretükhöz híven összeházasodnak a börtönben, de Emese ez év tavaszáig nem tartotta a szavát, ezért tállal most ki. 2010-re a sajtó rájuk ragasztotta a Bonnie és Clyde nevet. Tetszett nekik ez a szerep. Miután megismerték a valódi amerikai szerelmes pár történetét, magukra tetováltatták a Bonnie-t és a Clyde-ot. Sokakban felmerülhet a kérdés, egy fiatal lány mit keres egy ennyire erőszakos ember mellett, aki embertölni is képes, miért nem menekült el tőle, kért segítséget. Hiszen tudhatta, a végén ő is börtönbe kerül. Kerestük TMS-ét, hogy ezeket megkérdezzük tőle, de nem akarta riasztásnak nyilatkozni. Az ügyvédje szerint Védence egyszerűen nem tudott kilépni Varga Sándor bűvköréből, és félt tőle. Azt a magyarázatot adta erre, hogy a fenyegetésen túl még bizonyos olyan kapcsolatokra is hivatkozott a Varga, hogyha ő megpróbálta egyébként a szüleink keresztül, hogy felveszi a hatósággal a kapcsolatot, meg fogja tudni, és akkor ugyanúgy beváltja az égetőt, hogy kivégzi őket. Ezért. 2009 végére már Varga is érezte, hogy le kellene állni. Vissza akart vonulni, marihuánát kezdett termeszteni. Élhettek volna boldogan Nemesével a közel 1000 fő kanabisz terméséből, de már nem volt megállás. Egy nap az egyik társuk, Erd László, 1,5 milliárdos rablás ötletével állt elő. Kereskedőként sokat járt az Ázsia Centerbe, az Olaszországból feketén behozott élelmiszerein ott tudott számla nélkül túladni. Egy kereskedő vietnámi házaspár pénzére fájt a foga, akikkel évek óta üzleti kapcsolatban álltak, emlékszik vissza Clyde. Ezeket el kell fogni, azt mondja, ki kell vallatni, azt mondja, mert a fönt az apartmanjukban is, azt mondja, kettő van egymás mellett, azt mondja, közel 100 millió forintjuk van. Nem volt 100 millió, hanem 1,5 milliárd forintjuk volt. Az akcióról most részletesen is mesélt Varga. Azt mondta, a házaspár mozgását mindennapjait napokig figyelték. Napirendjüket pontosan feltérképezték. Öten vettek részt az akcióban. Fényes nappal passz sziréna ki, az egyik út lezárva, hivatalosan sárga szalaggal áthúztuk, ilyen balesetes sárga szalaggal, és itt is öten voltunk. A csapat mozifilmbe képzelte magát. Elraboltuk őket, az autója a Fordra volt egy Volkswagen Charon, már ott a helyszínen fel lett nyitva, gumikeszt, mondom, mint a rendőrök, mert tekkes, meg enni, meg régi rendőrruhát használtunk. Megnéztük, nem volt semmi nála. Hanem meg nincs semmi náluk, csukja meg, izé volt rajtuk, nincs semmi nála. CB rajtam volt, mondom, semmi nincs nála, mert ő biztosította egyik autóval az út lezárást, mert 5 autóval mentünk. Emese megfogja a nőt, hajon fogva, mondom, még egyszer mondom, nem kímélem, nem hazudok, hajon fogva megfogta a nőt, kirángatta, fogta és bebb***ta a teherautóba, rárakta a bilincset, a teherautóba. A férfit is bilincsbe verték. Úgy ment, hogy ment 3 autó elől, hogyha netem az úton jönnek az igazi rendőrök, egyik valamit csinál, azt kiszedik a sorból, 2 védi a teherautót, és 1 hátul védi a teherautót. De mind fel voltunk fegyverkezve állik. Hogyha tényleg összefuttunk volna egy rendőrcsapattal, ott kőkövön nem marad a rendőrökből. Hatalmas fegyverarzenál volt nálunk. A 120 ezer forint, ami a kereskedőknél volt, nem a várt 1,5 milliárdos fogás volt. A lakásukra indultak a Tél utcába a többi pénzért. De ahogy a százhalombattai ékszerész esetében, ahogy mondja, itt is volt egy kis akadály. Mondom, menjünk be. Azt mondja, van egy kis gigszer, van 2 gyerekük. Mondom, én be nem megyek abba a lakásba. Hát azt mondja, vagy tölöd meg a 2 gyereket, azt mondja, vagy én a babysittert. Mert tudtuk, hogy van egy babysitterjük is. Mondom, én biztos nem megyek fel. Fogta, így az ajtót soha nem felejtem, mert oda ment, bedugta a kulcsot, és hallottam egy gyerek hangot. Megfogtam a kulcsot, kihúztam, mondom, itt a kulcs, és mellettünk volt egy lift. Mondom, akarsz, menj be magadnak egyedül. Mondom, az emesének, gyere kicsim, menjünk, én ezt nem csinálom. Azt mondja az emesén, nekem is rossz érzésem van. Lifttel lementek. A házaspár az autóban volt megbilincselve. Üllőre vitték őket az előre megásott gödörhöz. Kivittük a lukhoz, ugye kilettek vallatva, elmondták, hogy nincs pénz, soha nem felejtem, nincs pénz, de van pénz, és akkor elmondták, hogy mi van. De
Közben levette már a csukját, de már rég levette a csukját. Őt fel is ismerték egy-egyben. Engem nem láttak soha, úgy olyan stresszben voltak, hogy szerintem, ha elengedtük volna, elmegyek az utcán mellett, azt sem mondja, hogy én voltam, hát vagy emese, de tényleg halálfélelmük volt. A se, meg a Ricsire se, mert négy embert nem látott egyáltalán az a vietnámi házaspár. Azt hitték, ha a sír szélére állítják őket, akkor majd elárulják, hol tartják a milliárdokat. A végén már egy széfkóddal is megelégedtek volna, amiben további 50 millió forint lehetett az Ázsia Centerben. Le voltak bilincselve, a kezük, lábuk le volt bilincselve, ugyanilyen bilincset használtunk, meg ezért rendes tekkes szallagot. Egyszer gondol egyet, és azt mondja, így nem megyünk semmire, valaki végezzen velük, azt mondja, mert engemet láttak, azt mondja, ha elengedjük, azt mondja, végre. Mondom, én biztos, hogy nem végzek velük. A házaspár sírva könyörgött az életért. Varga azt mondta, ha valaki meg akarja ülni őket, akkor a lehetőség adott. Fogtam egy pénzérmet, feldobtam, fel vagy írás. Írás lett. Egyikük, aki végig az akció alatt füves cigit szívott, jelentkezett a feladatra, állítja Varga. Így sem. Nekem mindegy. Ennyi volt egy ember, két ember életének a döntése. Állítása szerint egy harmadik társuk húzta meg a ravaszt. Előbb a vietnámi férfit lőtte tarkon a gödör szélén az okogó felesége szeme láttára, majd utána az asszonyt lőtte le. A két holtestnek a gödör kicsinek bizonyult. És végül kilőtt? Hát a végül oda ment és lelőtte mind a kettőt. És önök végignézték? Hát mert gyorsan vége lett az egész történet, mert pikpak. És utána elásták őket? Hát utána mindannyian, mind az öten szépen elhantoltuk őket, és elvedelt sem óra. És mind a kettőt ő ölte meg? Mind a kettőt, így van, így van. Két ember élete 120 ezer forintért. A csapat későbbi vallomásai alapján a házaspárral is Clyde végzett hidegvérrel. Bonit, Clyde-ot és társaikat 2010-ben fogták el a rendőrök. A halálbrigád 8 tagja került bíróság elé. Társai Varga Sándor ellen vallottak. Ma azt mondja, megbánt a bűneit, és a 9 évet visszarepülhetne az időben, nem a bűnözést választaná. Hogy Clyde őszintén megbánta-e a bűneit, vagy mindez csak hazugság, erre szakértők segítségével keressük a válaszokat. A halálbrigád büntetőpere 2012-ben kezdődött meg a Budapest környéki törvényszéken. Az ügyész másfél órán át ismertette a vádiratot, 7 bűncselekménnyel vádolták meg a bűnbandát. Az elsőfokú eljárás alatt Varga Sándor mindent elkövetett, hogy hátráltassa a bíróság munkáját, vallomást egyszer sem tett. Tagadás volt, tehát megtagadta a vallomástételt. A halálbrigád vezetőjének védelmét az elsőfokú eljárásban Friedman Robert látta el. Azt mondja, védőként szinte lehetetlen vállalkozás volt Varga Sándor védelme. A rendőrségi vallomásait, amit állítása szerint csak emese védelmében tett az elfogásukat követően, az első tárgyalási napon visszavonta. Bűntársai kivétel nélkül ellene vallottak. Kísértetiesen szinte szóról szóra ugyanazt mondták, hogy Varga őket is hasonlóan emeséhez megfélemlítette és kényszerítette a bűncselekményekben részt venni. Az ügyvéd szerint Clyde nagyon csalódott volt, hogy emese és a barátai is ellene vallottak, és terhelő vallomást tettek rá. A törvényszéken nem fogta vissza magát, mindenkit megfenyegetett. Mindjárt leköpöm ezt a buzit, majd a tárgyalás végén. Üdös patkány. Teátrális jelenetek a tárgyalóteremben, dürohamok, fenyegetések, nyelvi nehézségekre hivatkozás. Ez volt Varga Sándor taktikája, hogy húzza az időt. TMS-e a bíróságon elismerte bűnösségét. Azt mondta, kicsit ő is az ügy sértetje. Bűnösségemet elismerem abban, hogy nem akadályoztam meg ezeknek a szörnyű eseményeknek a megtörténtét és bekövetkeztét. Elismerem, hogy részt vettem benni, de szeretnék majd rávilágítani néhány tényre, amelynek korlátozott a zsákúr képességet.
Rettegett a saját bevallása szerint is a szerelme indulataitól. Volt, hogy Clyde a fejéhez tartott fegyverrel orosz rulettet játszott vele. Hozzájárul továbbra is, hogy vegye önt a kamera, a fényképeket készítsenek, hangjátorzítás nélkül vegyék? De. Varga hiába kért bocsánatot áldozataitól és a hozzátartozóiktól. A Budapest környéki törvényszék első fokon bűnszervezetben elkövetett emberölésben, lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélésben, több rendbeli rablásban, lopásban és súlyos testi sértésben találta bűnösnek a Halálbrigád néven elhíresült csoportvezetőjét. Őt a törvényszék, mint bűnszervezetben elkövetőt halmozati büntetésül életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítéli, valamint Magyarország területéről végleges hatályra kiutasítás büntetésre. Súdi Miklós tanácsa nem finomkodott, a többiekre is súlyos éveket mért. Rablásokért és emberülésekben való bűnsegédlet miatt a másodrendű vádlottat, TMS-ét 17 év fegyházbüntetésre ítélték. A banda tagjait a maffiaszerű elkövetések miatt bűnszervezetben való részvételért is elítélték. Varga rezzenéstelen arccal hallgatta végig az ítéletet és az azt követő bírói indoklást. Elsőrendű vádlott egy teljes mértékig érzéketlen. Ugye a régi terminus szerint pszichopátiás, egyébként pedig személyiségzavarban szenvedő olyan személy, aki egyébként az általa elkövetett bűncselekmények során gyakorlatilag szív fájdalom nélkül oltotta ki emberek életét. A többiekkel együtt Friedman Robert is fellebbezett az ítélet ellen, enyhítésért. Másodfokon a fővárosi ítélőtáblán folytatódott a büntető eljárás. Itt is Vargától zengett a tárgyaló. Milyen ítéletet akarod? Mi a f***ért hozott ide már megint? Ne nézd, már beszél már hozzám, mert hozzám az én életemet fogja elvenni. Az utolsó szójogán még Emese a 17 év enyhítését kérte, és újra bocsánatot kért. Varga Sándort a fővárosi ítélőtábla végül 2015. február 3-án jogerősen tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte. A bűnszervezetet kizárták. Mennyire tudta a bíróság bizonyítani magát a bűncselekményeket? Teljes mértékben. Tehát az is jól mutatja, hogy másodfok a Sándor vonatkozásában teljes mértékben helyben is hagyta az ítéletet. Tényállás gyakorlatilag nem is érintették másodfokon, tehát a elsőfokú bíróság teljes körülön feltárta a tényállást, teljes mértékben lett bizonyítva. A kérdés, hogy Varga Sándor miért kezdett el beszélni. Az Országos Kriminológiai Intézet bűnözés kutatási és elemzési tudományos osztályának vezetője szerint ez csupán egy újabb terv része. Azt ritkán lehet tapasztalni, hogy valaki bűnbánó lesz, és úgymond erkölcsileg meg akar tisztulni, és ezért mond el különböző eseményeket, illetve vallja be azokat a cselekményeket, amiket korábban nem ismert be. Nem egy esetben bizonyos manipulatív szándék is felfedezhető a háttérben, valamit ezzel el akar érni, rájött ugye az évek során, hogy a konok tagadása nem érte semmit, hiszen ugyanazt a büntetést megkapta otthon, meglehetősen kilátástalan helyzetben, akkor megpróbál egy másik módszert alkalmazni. Szerinte Varga hirtelen jött megbánása nem valós. Varga Sándorról több szakértő is megállapította, hogy törvényen kívülinek érzi magát, a társadalomba való visszaillesztésére pedig nemigen van esély. Semmitől és senkitől nem fél. Jellemvonásai közül hiányzik az együttérzés és a bűntudat, indulatosságra és agresszivitásra hajlamos domináns személyiség, akit tettei elkövetésekor a hideg számítás vezérel. Egy ilyen személyiség nem érzi a súlyát a tettének, mert nem érzi problémának. Tehát tudja, hogy természetesen tudja, hogy ezt a társadalom bünteti, de ő maga nem érzi át ennek a súlyát. Az ilyen személyiségeknek a felettesénye nem fejlődik ki, erősen hiányos, ami azt jelenti, hogy ahol a morál, az erkölcs, a lelkiismeret lakik, az számára tulajdonképpen ismeretlen fogalom. A szakértő szerint Varga feltehetően tanult érzelmekkel manipulál, manipulatív, mint a vízfolyás képes hazudni. Az ilyen típusú karakter a környezetét, a kapcsolatait tárgyasítja. Leginkább nyerességvágyból tartja meg a kapcsolatait,
És egészen addig működteti ezeket a kapcsolatokat, amíg abból valamit saját maga számára kivehetőnek tart. Tehát amíg tudja használni azokat az embereket valamilyen célra, valamilyen saját célra. Nagy Tibor László szerint Varga őszinteségi rohama mögött egyszerűbb okok is húzódhatnak. Manapság ugyanis divatos lett a börtönökben kitálalni. Varga mindig is szeretett Clyde szerepében tetszelegni, leveleit is úgy írja alá, hogy Varga Sándor Clyde, amihez egy CD-s pecsétje is van. Ő szeret szerepelni, ő szeret a központban lenni, ő valamilyen szinten ezt élvezi. Ő ugye a bíróság előtt is úgy viselkedett, ami még a konok bűnözőknél is elég ritka, ugye megfenyegette a bírót, az ügyészt. Ő tudomásom szerint a mai napig egy problémás fogvatartott, akit fokozottan kell figyelni, szélsőgéseges magatartásra hajlamos, bármikor bármit elkövethet. Ugyanakkor ez a szerep, ugye ez a Clyde szerep az ő részéről, ez egy kicsit a meseszerű is, és úgy kiemeli az átlag közül, az átlagos elítéltek közül, ami neki nagyon tetszik. Tehát nagyon veszélyes. Jován László szerint egy újabb Varga által kreált színdarab nézői lehetünk. Vargónak nincs vesztenivalója. Azt mond, amit akar, büntetlenül, következmény nélkül. Az, hogy ő nem tud abba bele, nem tudja elfogadni, hogy ebben van egy jogerős bírósági ítélet, amit én egyébként még az én ügyfelemre nézve talán még súlyosnak is tartok, az mondhatnám úgy is, hogy magánügy. Tehát egy jogerős ítélet van, amivel a szereposztást megítélésem szerint a valóságnak megfelelően osztotta ki a bíróság. Az első fok is, és a másodfok is. De ehhez képest lehet erről beszélni nyilván, csak nem tudom, hogy érdemes-e, főleg elítélti pozícióból. A másodfokú ítélet kihirdetése után Varga kirúgta volt ügyvédjét. Fahidi Gergely ügyvéd vette át a jogi képviseletét. Szerinte Clyde 37 évesen nem tud beletörődni, hogy élete végéig kiemelten védett rabként fegyházban kell maradnia. Azt tudom mondani, hogy az én személyes meggyőződésem szerint a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés kegyetlene büntetési, nem akár a halálbüntetésnél is. És lehet, hogy ez most ért le benne igazán, hogy ez mit jelent. Én azt egy pillanatig nem vitatom, hogy azok a bűncselekmények, amikért Varga Sándort és a társait elítélték, azok a legszigorúbb szankciókat érdemlik, de a ténylegesen életfogytiglani büntetés akkor is olyan kegyetlen, amit meg kell változtatni. Az én véleményem szerint, és ezért van az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogi Bírósági Beadvány is, azt hiszem, hogy ezek az utolsó szalmaszálak, amiben Varga Sándor is bízhat. Varga ma már tudja, beszélnie kellett volna. Én meg hülye voltam akkor, ha ezeket akkor elmondom a bíróságon így, részletesen lehet, hogy nem itt ülök a halálsoron, a tényleges életfogytiglanosok között. A román állampolgárságú Varga Sándor a Romániában elkövetett bűncselekményekért 58 évet kapott jogerősen. A magyarországi büntetőeljárások alatt a hatóságoktól végig a romániai kiadatását kérte. Ugyanis a román törvények szerint kint maximum 25 év múlva szabadulhatna.